egy különleges programsorozat kezdetét jelentette be Szászváron a térség országgyűlési képviselője. Hargitai János a kormányzati döntés alapján a vidéki helyszínek egyik központjában indította el a Petőfi 200 elnevezésű emlékévet. Mivel a legnagyobb költőink egyike 1823. január 1-én született, ezért az országgyűlés a 2022-es és a 2023-as esztendőt is emlékévé nyilvánította születésének 200. évfordulója alkalmából. Petőfi körök, klubok alakulnak ezeken a településeken, és elsősorban nyilvánvalóan a diákokra, de nem csak a diákokra építve, vagy 47-en keresztül hétről hétre nagyszerű programok fognak megvalósulni. Ezeket a programokat az emlékév központi koordinátora, a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezi. A képviselő ebből az alkalomból egy jelképes kezdőcsomagot is átnyújtotta a település polgármesterének. Vidák Krisztina azt mondja, nagy megtiszteltetés, hogy Szászvár az egyik vidéki helyszíne a programsorozatnak, és már készülnek is a rendezvényekre. Petőfi életével kapcsolatos vagy jelentősebb költemények találhatóak benne. Nyilván ezt meg ki fogjuk bontani. Szeretnénk egy kis olvasós sarkot kialakítani, annak érdekében, hogy ezeket a gyűjteményeket, ezeket a kiadványokat az itt élők megismerhessenek. Valószínűleg ennek a színhelye majd a Szászvári Várkastély lesz. Petőfi és kora biztosan az az éra, ami fontos a magyar nemzettudat szempontjából, hiszen az akkor történt események, vagyis a forradalom és szabadságharc napjainkban is lényeges üzeneteket hordoznak, emelték ki az eseményen.